Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a The Last Sunshine Rekindled folytatása. Lássuk. Én még nem sikerült egyiket sem megnyitni, pedig egy-két dolgot már összekalapálgattunk. Úgyhogy marad a egyre nagyobb szint. Folytatása. A standard csillagunkon. Aztán meglátjuk, mire futunk ki vele. No! Csak neki áll a pályatervezésnek. No, és akkor azt hiszem kezdjük újra, ismét az elején. A gyűjtögetést. Az ott micsoda lesz? Egy pajzs. Hát, egy első pajzs az jól fog jönni, ha más nincs. Némi bogyógyűjtés, hogy legyen. Mert az kell. Hát a mozgás hiánya, a sebesség hiánya az nagyon brutális. Itt az elején még. Ja, múltkor egész komoly sebességet kalapáltunk össze. A különféle bogyókból. Jajksz! De sokan vagytok és de gyorsak. No, gyűjtögessük akkor itt a dolgokat. Valahol akkor van még egy ágyú. Na, csak kiszedtük. Majd azt a bogyót is kigyűjtjük. De egyenlőre gyűjtögessük a dolgokat. Itt van még egy ágyú. És... Oké, semmi veszély. Egy maradvány, meg egy ilyen bogyó, sebzés, méret, ez jó kérdés, belefér, kisebb, de nagyobbat sebez, az azt hiszem hasznos, és lassan azzal a 150 bogyóval legalább a alap gyűjteményt össze lehet szedni. Meg igazából akkor begyűjthetnénk itt az első. Nem gyűjthetjük be, mert ahhoz valahonnan kéne szedni. Itt pedig... Azt hiszem ezzel... Ó, hogy van egy újabb. Legyen. Legyen, majd meglátjuk. Ez milyen irányba halad, vagy mitől függ, hogy merre megy? Csak továbbra is arra, hogy merre célzunk. Oké, hát akkor a standard első kör gyűjtsük be. És utána a kérdés, hogy meddig jutunk eddig. Hát... Egyre még csak összeszedtünk pár bogyót a legelső kör, de már az is segít. Kicsit gyorsabb, kicsit nagyobb, kicsit szebb. Oké, amikor célt ér, akkor nagyon nagyot harap ez a bogyó. Hogy összességében megérje, azt majd ki tudja. Mert félek, hogy egy ponton lesznek vele gondok, hogy nagyon lassú, és így mire célt ér, addigra már nem feltétlen ott van. Ahogy ennek van némi hőkövető jellege, akkor kimondottan hasznos. Akkor elképesztően hasznos viszont.
hiszen csak bedobjuk, aztán az majd elmegy oda, ahova kell. Az nagyon-nagyon-nagyon fincsi. Bogyó! Bogyó! Ott meg egy nem is tudom, mi mag lesz. Helyes. Akkor ez kimondottan erős, ez a támadó képesség, mert 70 bogyóért nem érdemes elkölteni. Annyiért nem érdemes belátogatni, annál sokkal-sokkal többre lesz szükségem, hogy itt érdemi haszonról beszélhessünk. Oké, nagyjából ki van takarítva mindenki, gonosz mimik nincs. Remek, alakulnak a dolgok, innen jött egy pár ellenfél. Ami alapvetően hasznos. Rengeteg loot. Most már kezd itt opcióvá válni, hogy majd benézünk. Mert van mire. Van mit és van mire. Ott egy forge, itt meg egy újabb maradvány. Nagy adag. Stardust. Alakul. Forge-ból simán nagyobb sebzés, azzal nincs mit cifrázni. A simán nagyobb sebzés az tisztán működik. Azt nem kell magyarázni. Elvileg itt szedtünk föl cuccokat. De úgy látom, hogy gyakorlatban mégse. Na mindegy. Egy megvan. Kettő megvan. Oké. Aztán majd meglátjuk. Hát majd nyilván az összes többit is be kell gyűjtögetni. A karikáról, de az még egy picit odébb van. Lassan. Mondjuk nem láttam én itt boss-t. Ami annyira nem zavar persze, csak kissé meglepő. Ott van még egy adag pajzs, bár nem vezet sehova. Itt mintha lenne egy kijáratféle. Úgyhogy talán ott van egy további szakasz még. Jaja. Itt van egy ilyen opció. Nem csekély fekete gonoszsággal. Úgy bizony, ezt a nem csekély bónusz szerettem volna összeszedni. Mert az hasznos, meg egy mag. És utána, hát igazából szerintem mehet ez a támadás. Ez alapvetően nem tűnik nagyon veszélyes problémának. Forogni kell jobbra-balra. És közben időnként kilőni a helyieket. Ajksz! Most egy kicsit problémánk van. Hogy érjük el. Ez nagyon messze küldeni minket. És nem vagyunk elég gyorsak. Úgy látom. Hogy jól imbolyogjunk. Ami nem túl egészséges, de mondjuk már lassan fogy a HP-ja.
mindennel együtt. Bár alapvetően csak Hiveuba találom el, aki megvan. Kibújjunk itt a hullám elől, aztán majd visszamászunk a lútér. Magok, bónuszok, manák, mi egyebek, pajzs, HP, mi egyéb. Remek. Merre jobb, azt nem tudom. De mindegy is. Itt van egy ilyen nagy szörnyike. Az beszélje meg nekem a lassú kollégákkal. Pont rá van mérve. Oké, okay. Na működik ez. Ráadásul tényleg érvényes, hogy hőkövető, úgyhogy csak be kell küldeni, aztán majd megoldja, hogy mi a célpont, ami talál. Nem kell olyan nagyon precízkedni. És egyébként iszonyú erős is. Lassú, azt nem mondom, elképesztően lassú. De hát az önmagában nem probléma, hogy lassú. Azzal senkinek nincs baja. Mana, HP, mi egyéb? Errefelé azt hiszem most nincs már semmi. Kis kilútoltunk mindent. Ott van egy boss portál, megtaláltuk azt. De ott még van egy járat, amit meg akarok nézni. Mielőtt megyünk a bossra. Nem is tudom, ez melyik lesz. Elvileg az a szigetes. Vagy hogy nevezzem. Jó, ez probléma nélkül kitakarítottuk. Ott meg szépen özönlik befelé a halál. Alapvetően szerintem nagyon mókás ez a fegyver. Ez nekem most bejön. Határozottan úgy látom, hogy hasznos. És előrébb visz. Mint a legtöbb. Ami eddig itt volt. Oké. Úgy bizony, szépen beözönlik. Jó, ezeket ki kell szedni, mert az a fingó kolléga az nagyon problémás. Azt nem szeretjük, és akkor utána ezt a járatot is ki tudjuk szedni különösebb gond nélkül. Végre. És akkor nagyjából meg leszünk itt a maradványokkal. Ami eddig még pályán maradt. Nem sok minden. Azt hiszem ennyi. Remek. Van még 140 bogyónk. Ott valami van. Egy magnak tűnik helye. Azt még jó, hogy megláttuk. 11-et összekerebjéztünk már most. Még több kéne igazából, de már a 11 is egy szép szám. Aztán meglátjuk, hogy mire elég. No, egyrészt menjünk ide. Az mindenképpen jöhet. Ja, hogy nincs elég rá. Kellemetlen. Így jártam. Nem sokon múlik. Volt vagy 50 bogyó, ami nem fért be, de hát nem fért be. No, se baj. Lássuk akkor azt a főnököt, hogy mire megyek vele. Mennyire oké vagy nem oké. Ez a fegyver rá.
netán valami másikat kapunk, mert az előzőt már ugye technikailag legyűrtük. Már nem hiszem. Most kapunk egy csomó ilyen bogyót, beleértve egy pár magot. Ami, hát jó, kaptuk, hasznos, nem árt, de jobban örültem volna, hogyha az előbb lenne ez a cucc, amikor el tudtam volna költeni. Hogy bónuszt vegyek itt a harcra. Igazából maxon van a pajzsom, úgyhogy nem segít. No, se baj, lássuk. Lássuk, kit találunk, mit találunk. Elég hosszú úton haladok, de ugyanazt az ellenfelet kapjuk, jó. És alapvetően ugyanúgy működik ez és továbbra is. Szórjuk a nem csekély halálsugarakat. Próbáljuk elkerülni a problémákat. Aztán majd nyilván lassacskán végre. Befejezi a problémát. És majd szétesik. Ahogy azt köl. Oké. Azt hiszem a feladat egyik része, hogy kiszedjük az összeset. Jó, hadd sebezze magát. A támadási hullámokat próbáljuk elkerülni. Na persze nem olyan egyszerű. Egy megvan. Ó, most jön itt a nagy csomag, azt el kellene kerülni a következő akadályon. Jó, megvárjuk, amíg ez a körkörös támadó probléma ez keresztül megy, mert azzal abszolút nem tudnék elbírni, ha azzal is meg kellene küzdenem egyszerre. Alakul a második lebontása. Megvan. Ráadásul most nincs itt a halálsugár, úgyhogy össze tudjuk szedni a lootot. Ami azért hasznos. És akkor menjünk a következőért. Kicsit bújjunk el, mert el lehet. Meg célszerű. Mert ha nem bújjunk el, akkor bajok lehetnek. Közben próbáljuk lebontani ezeket a golyókat. Jön a másik támadás. De azt hiszem megvagyunk mindjárt, sőt megvagyunk teljesen. De megint jön a hullám. És nem vagyok túl gyors. Nem vagyok túl gyors. Úgyhogy próbáljunk átsompolyogni a utolsó menedékre.
megúsztuk, és akkor utána már tényleg csak az jön, hogy a hullámot kell keringetni. Alakul a dolog. Bár lehet, hogy érdemes lenne egyébként megvárni még egy teljes kört vele. Pont azért, mert egyébként nem lesz fedezékem. Na mindegy. Érdemes vagy sem, már nem vártuk meg. Úgyhogy akkor jussunk be itt a központhoz. Mert most már azt kell gyepálni. És akkor próbáljunk a körbe-körbe haladó halálsugár elől elmenekülni. Na és most már igazából nincs sok hátra. A halálsugarat elkerüljük simán. Már csak az a kérdés, hogy egy-két ilyen akadályba fönnakadok valahol, vagy sem. De úgy látom, ez a 3000 akadály, ez már nem lesz komoly kihívás, ha csak nem sikerül most belefutnom néhány dologba, amiben nem kéne. Azt hiszem nem sikerült. Magok, bónuszok, mi egyebek? Skillek. Tároljuk el. Azt hiszem itt valahol volt egy jelentős adag loot, amelyiket az egyik sarokba nem hagytunk összeszedni. Nem volt időnk összeszedni. Úgy bizony. Ó, hogy még egy darabka, vagy mag, vagy akármi. Az azért értékes. Azért kár lett volna, ha azt itt hagyjuk. Na, menjünk el a másik kettőhöz is. Hát, ha ott is elhagytunk dolgokat. Bár azt hiszem, azokat összetudtuk nagyobb részt lapátolni. Csak ez az első volt olyan, hogy... Ó, nem, még a második is olyan volt, hogy menekültünk. Nem csekély loot hátrahagyásával. Ez jó nagy bukta lett volna ezt itt hagyni. No. Alakul. De azt szerintem legközelebbre marad ez a következő kör. Innen fogjuk folytatni, már ennyi.